Az uralkodók megjelenése mindig tükrözi a hatalmukat, és ennek az eszköze a ruha, természetesen az ékszerekkel kiegészítve. Erzsébet királyné menyasszonyi ruhájából készült ez a mise ruhapalást. Maga az anyaga is különleges, hiszen fehér selyemszövet van átszőve ezüst szállal teljes szélességében. És az ezüst szál az itt azt is jelenti, hogy teljes keresztmetszetében ezüst. És ezzel a ruha teljes egésze át van szőve. Tehát már az alapanyag is tükrözi, hogy mennyire kiváltságos személy volt az, aki viselte. Ehhez még hozzátesz a hímzés, ami ezüst lamellából, illetve szintén ezüst fonallal készült. Vannak lapos és domború részei, virágokat, leveleket, csokrokat ábrázolnak. Azt láthatjuk itt a felületen, és nagyon nagy felületen. Rengetegen dolgozhattak ezen a ruhán. Sok-sok hímző körbe ülte a kifeszített anyagot, és mindenki csak egy részén dolgozott egyszerre, hogy jobban haladjon. A kutatások, amit elsősorban Kralovánszky Mária textilrestaurátor végzett, azt mutatják, hogy ez valószínűleg a ruhához csatlakoztatható uszályból készült. Egyébként ez az uszály, ez egy udvari viselet volt, amit még 14. Lajos írt elő az akkori francia udvar számára, és megmaradt. Az, hogy mise ruha lett ebből a különleges menyasszonyi ruhából, az viszont nem csak a világi, hanem az egyházi hatalmat is mutatja. Tehát, hogyha hatalomról beszélünk, akkor ennek nagyon sok rétege, nagyon sok aspektusa van, és itt az uralkodó ház és az egyház összekapcsolódásának is egy nagyon jó példáját láthatjuk. A nemesség öltözéke, ami az uralkodót másolja, vagy hát az uralkodók megjelenéséhez nagyon közel áll, az is megtalálható ezen a területen. A mellettem látható férfi öltözék egy díszmagyar, ami a 19. században készült, amikor egyébként a férfiak megjelenése már lemondott arról a dekorativitásról, ami a korábbi évszázadokat jellemezte. A magyar nemesi díszöltözet viszont megőrizte ezt a dekorativitást és ezt az értékességet. Az itt látható ruhának is a prémje, a fémfonalas vitézkötései, zsinórozása, díszítése rendkívül értékessé tette ezt az öltözéket. Itt állok a gyűjtemény legrégebbi darabja mellett, egy 18. század utolsó harmadából származó női válfűző mellett, ami aranycsipkével van díszítve, francia selyemből készült, ugye a mintás selyem már önmagában is kuriózumnak, kiváltságnak számított ebben az időben, hiszen mintásan csak selyemet szőttek. De az aranycsipke az még érdekesebb, hiszen ugye a csipkét tipikusan fehér, nagyon vékony lenfonalból készítették, de ha a fémfonalból verték, mert ezek mind vert csipkék, arany vagy ezüst fonalból, akkor természetesen még értékesebb volt, hiszen nem csak az a sok órányi kézi munka tette értékessé, hanem maga az alapanyag is. A mellettem látható női ruhák már a 20. században készültek, és mégis ide kerültek, annak ellenére, hogy itt már nem beszélhetünk valódi uralkodásról. Ezek mind az egyedi ruhák, azok, amiket valakinek egy alkalomra, az ő méretére, sok kézi munkával, drága alapanyagokból elkészítettek. És ilyen a mögöttem látható Tüdős Klára által készített magyaros díszruha, ami a 30-as évek végén, 40-es évek elején volt jellemző, de ilyenek azok a kortárs darabok is, amik szintén reprezentatívak, hiszen tervezői darabok, egyedi darabok. Az egyik egy Dalárna esküvői ruha. Azt gondolom, hogy az esküvői ruháknak amúgy is kiemelt szerepük van, hiszen itt meg lehet mutatni a családnak az anyagi helyzetét, vagy a viselőjének a szépségét. De ilyen ez a báli ruha is, ami szintén egyedi darab, Tóth Bori tervező készítette Eleni Koreni számára az operabálra. Természetesen egy bál az mindig különleges alkalom, és erre különleges ruha is szolgál. A mellettük bemutatott cipők is olyan különleges darabok, amik mind nemzetközi nagy divatmárkák darabjai. A márkák töltik be ma azt a szerepet, ami sokáig
akár a nemesfém vagy a drágakő volt a megjelenésben. Ma, ha valamire rá van írva egy olyan név, amiről mindenki tudja, hogy olyan különleges minőséget képvisel, olyan különleges értéket képvisel, akkor ez pontosan kommunikálja a viselőjéről, hogy ő bizony a társadalomnak ahhoz a rétegéhez tartozik, aki ezt megengedheti magának.